Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Ezzel az igével szólított meg az Úr jó néhány évtizeddel ezelőtt egy alig kamaszodó kislányt. Egy gyermeket, akinek a gondtalan felcseperedés a család meleg szeretetében nem sokáig adatott meg. A II. Világháború végén elveszítette édesapját, és kevés híján az életét is. A mélyen hívő szülőktől azonban kapott egy életre szóló ajándékot. Megismerte Istent, megtanult imádkozni és remélni. Személyes találkozása Krisztussal pedig betöltötte benne azt az űrt, amit sokáig csillapíthatatlan szeretet hiányként élt meg. Dr. Győri Józsefné, dr. Drenyovszky Irén azt vallja, egész eddigi életén érezte a Szentlélek vezetését. Ez segítette gyermekorvosi hivatásában éppen úgy, ahogyan három fiának felnevelésében, akik 17 unokával és több mint 200 dédunokával ajándékozták meg. Irénke nénit a nyár legforróbb napjaiban kerestem meg, abban a lakásban, ahol az egész életét élte, miután harmadéves egyetemistaként igent mondott dr. Győri József későbbi műegyetemi docensnek. Férjét 13 éve hívta magához az Úr, de a megismerkedésük napjaira máig élénken emlékszik. Kitartó, türelmes szeretetük egymás iránt szép példa az utánuk következő generációk előtt. Irénke néni ezúttal erről is mesél nekünk. Amikor felhívtalak, hogy egy kicsit beszélgessünk a mostani beszélgetésünk előtt, nem tudom, hogy te nézted-e az időt. Én nem néztem, mert nagyon élveztem, de a türelmetlen nagyfiam az folyamatosan kocogtatta az órát, hogy anya, hogy bírsz ennyit beszélgetni? Hát 45 percet beszélgettünk még mielőtt idejöttem volna, és utána én azon töprengtem nagyon sokat, hogy nagyjából egyidős vagy a dédnagymamámmal, és ő abba a betegségbe csúszott bele, amiben egyébként a korosztályodnak rendkívül sok tagja, én azt hiszem, talán népbetegségként is nevezhetjük a demenciát. És egy hihetetlen csodaként élem meg azt, hogy itt ülsz velem szemben, és 80x évre emlékszel vissza kristálytisztán, tűpontosan, miközben benne élsz a jelenetben is. Ha már ajándékot adunk a nézőinknek ezzel a műsorral, akkor egy receptet is nyújtsunk át. Hogy lehet ilyen fiatalnak maradni, ilyen szép, hosszú élet megélése után is? Nagyon kedves vagy, Judit, hogy ilyen szépeket mondasz. Bizony, én is felejtek nagyon. De a Szentlélek, ami fontos, azért eszébe juttatja az embernek. És most hagy mondjak orvosi tanácsot is, hogy nagyon-nagyon fontos, meg szülőknek tanácsot, meg hogy nagyon fontos, hogy az embernek gyerekkorában legyenek olyan igeversek, idézetek a Bibliából, és énekek, amiket kívülről megtanul. Mert a Szentlélek azt általában azt juttatja eszébe az embernek, ami valahol ott van a memóriájában, akárha hirtelen kérdeznéd, nem tudnám mondani, de eszébe juttatja. Tehát, hogy legyen mire emlékezni. Mert az a különös, a baráti körünkben is volt ilyen, hogy valakinek a háza, nem egy esetben, valakinek a házastársánál jelentkezett ez az öregkori, hát feledékenység is ilyen, nagyon fájdalmas ez a házastársnak. De mindegyik arról számolt be, hogy amikor együtt imádkoznak, akkor minthogyha kicserélték volna a régi, élénk és fiatalos kedvel, pontossággal idézik a Bibliát, hallgatják, éneklik, tehát visszaadja az Úr, mert valahol nem az agynak a kérgi részében van a hitnek a központja. Azt nem tudjuk megmondani, hogy miért mondja ugye a Szentírás mindig a szívet, tehát nem tudjuk így szervhez kötni, én legalábbis nem tudom, hogy a tudomány mit mutat ezzel kapcsolatban ki,
de minden esetre ez valami olyan rétegben van, ami megmarad. Erre, mint gyerekgyógyász példát tudnék mondani, egy kislánya körzetemből édesapjához ment ki Németországba, az kamionsofőr volt, és akkor egy személygépkocsival baleseteztek ők, úgyhogy a gyermek teljes kómába került rögtön a baleset során, és negyed óra múlva jött a mentő oda. És hát sokáig kezelték ott Németországban ezzel a kómával, és a kóma ellenére próbálták visszahozni őt a rendes gondolkozási lehetőségeibe. És akkor egyszer csak azt mondták a szülőknek, hogy most már vigyék őt haza, mert németül fog majd csak tudni beszélni, hogyha itt marad. Elhozták Magyarországra, Magyarországon azt mondták, hogy ez tulajdonképpen agyhalott ez a gyerek, nem működik az agykérge. És akkor mégis ugye hazahozták, otthon kezelték őt, tehát a légzése megvolt, csak éppenséggel a kontaktustartás. És szépen lassan fejlődött, úgyhogy már tudott ilyen ABC-s táblán mutogatni betűkre, és kifejezni, hogy mit akar mondani később. Ez mind a szemem láttára zajlott. És azt mondták el a szülők, hogy ez a kislány, amikor meghallja a mentőnek a szirénázását, vagy meghallja az Isten nevét, vagy meghallja azt a szót, hogy szeretet, akkor egy ilyen kimondhatatlan hangot ad ki, valamilyen örvendetes fel, de hát ez nem értelmezhető, hogyha az ember nem ismeri a gyereket, tehát az öröm kifejezésének egy ilyen idétlennek tűnő hangot. Tehát, hogy ő felfogta azt, amit hall. Felfogta azt, hogy milyen öröm volt neki, amikor a mentő jött, hogy segítsen. És hogy mielőtt a balesete történt, előtte volt egy kis lap, és azon az az imádság, amit a nagymamája tanított, hogy én Istenem, jó Istenem, becsukódik már a szemem, de a tiéd nyitva, Atyám, amíg alszom, vigyázz rám. Hosszú ideig aludt ez a kislány a kómában, és az Úr vigyázott rá, és a hite megmaradt ennek a gyereknek. Úgyhogy ez egy fantasztikus élmény volt nekem, de miből is indultunk ki. Hogy hogyan őrizted meg az emlékeidet, igen. De íme egy újabb emlék. Tehát, hogy a demenciában is megőrződnek ezek az emlékek. Ez valami fantasztikus, és a Szentlélek föl élénkíti, föl tisztítja abban az időben, amikor vele vagyunk kapcsolatban ezeket a ismereteket és hitbeli tapasztalatokat. Nagyon csodálatos dolog. Még valami, amire nagyon jó recept a hit. Például ez az időskori életszakasz az ember életében. De szeretném, hogyha most visszaugranánk egy régi időbe, amikor elkezdődött az orvosi pálya, mert hogy ez nagyjából egybeesik azzal, hogy megismerted a férjedet. Igen. Ezt elmesélnéd nekünk, hogy hogyan történt? Igen. Hát kezdem ott, hogy az édesanyám hívő papné volt, és megözvegyült, és nyomorúságos körülmények között éltünk mi, de ezt nem éreztük, mert nagyon kicsi fizetésből tartott el minket, de azon volt, hogy mi mindent megkapjunk az életbe, amit csak lehet. Tehát például a legolcsóbb operabérletünk volt, mindig a kakasülőn ültünk, de rendszeresen minden évben, és rendszeresen minden előadásra az Opera Kalausz könyvből készültünk, hogy mi lesz ott az előadáson. Aztán beiratott minket a Deák téri tánciskolába is, és oda is éveken át jártunk, és meg olyan természetessé vált a nemek közötti udvarias együttlét,
és társalgás, amellett, hogy tánclépésekkel egymás lábára léptünk, hogy nem. Tehát, és az, arra mindig minden héten volt tánciskola, és arra mindenki készült, és olyan jót mosolyogtam, amikor a rongyosságban megtaláltam azt a blúzt, amiben mindig voltam ott, és a legszebbnek gondoltam magamat benne, mindig ugyanabban, és az édesanyám mindig kivasalta a rakott szoknyát, amikor, szóval fantasztikus. Tehát a nemek közötti kapcsolat természetessége és az illendő távolságtartás, ezt tanultuk tulajdonképpen ott, és ez egy nagyon jó iskola volt erre. És a másik nagy segítségem az volt, hogy két bátyám volt. És ugye a gyerekkori harcok, például, hogy úgy kergettek, hogy körbe a kerekasztal körül, és én meg úgy menekültem, hogy eldöntöttem a székeket, hogy ne érjenek utol. Tehát ilyenekre emlékszem, de mikor már ugye nagyok voltunk, akkor ők voltak az én kísérőim, akik mellett nyugodtan elengedett édesanyám bárhova, mert ők védtek, és tehát egy ilyen jó helyzetben voltam. És így sok fiút is megismertem én, de olyan nagyon hálás vagyok az Úrnak, hogy a férjemet hozta, mégpedig egy egyetemista bibliaórára, ahova már a bátyáim járhattak, mert teológus volt az idősebbik, és mivel nem vették fel az egyetemre, akkor még a fiatalabbik bátyámat főiskolára járt a biológiai földrajzszakra, pedagógiai főiskolára. Tehát ők már odavalók voltak, és az egyetemista bibliaórára engem is elvittek. És ez egy ilyen tulajdonképpen már titkos bibliaóra volt, mert megtiltották abban az időben ezeket a fajta bibliaórákat. És Bencu Laci bácsi az ő saját otthonában, az Ülői 24-ben tartotta ezeket az alkalmakat, és én is ott voltam. És a leendő férjem, mert ott ismertem meg, aki pedig műegyetemi hallgató volt. És akkor ugye 16 éves voltam én, és hát nagy, 3 évig voltam gyűrűs menyasszony, és csak a végzés után volt tulajdonképpen az, hogy férjhez mehettem hozzá, de akkor már itt megvolt fél éve a lakásunk, itt, ahol most is vagyunk, mert hogy ő a szülőfalujából, a bátyjától megkapta a félházakat. Tehát az első törlesztő rétege részletet akkor tudtuk befizetni, amikor ő megkapta a Tolna-Németi ház ráeső részét pénzben, és aztán törlesztettük a többit hosszú éveken át. Tehát így ismertem meg ott a Benzur Laci bácsinak az egyetemi biblia óráján egymást. És azért nagyon fontos, hogy a fiatalok járjanak olyan hívő körökbe, ahol találkoznak kortársakkal. Mert hát az, igen, akkor nagyobb lehetőség van arra, hogy azok közül kerül ki majd a házastársuk. Ahogy te is mesélted, Judit, hogy a szüleid pattársak voltak. Ugye az én egyik unokám is pattársát vette el feleségül, és most már második kis babát várják. De milyen ritka ez, amikor gyerekkapcsolatokból érett házastársi kapcsolatok lesznek. Most egy icipicit hadd ragadjak le ennél a 3 évi egyességnél, és provokatív leszek Irénke néni, bocsáss meg érte. Ugye 3 évig együtt járkálni manapság a mai fiataloknak, hát az, hogy is mondjam, nem egy türelmes kapcsolatot, azért nagyon sok minden megtörténik. Annak idején egy hívő lány 3 évig, hogy élt egy hívő fiúval egyességben? Meséld már el nekünk. Ott azért gondolom a kísértés ugyanúgy ott volt, mint a mai fiataloknál, de hogy lehetett ezeket a kísértéseket legyőzni? Igen. Tehát az én férjem egy komoly hívő ember volt, és komolyan vette az Istennek a parancsolatait. Tehát ő szerette volna, ha minél előbb összekelünk. De megértette az én
özvegy édesanyámat, aki meg ragaszkodott hozzá, hogy előbb végezem el az egyetemet, és majd csak aztán menjek férjhez. Úgyhogy kényszerűségből várakoztunk, de mégis türelmesen. És nekem nagy segítség volt az, hogy a férjem, amikor udvarolni jött, akkor mindig ott volt ugye a bátyám is, és az egész család, úgyhogy nem hagytak minket egyedül, és mondjuk a programokat is nagyjából, hát nem minden programot, de úgy szerveztük, hogy ott többen is voltak, és hogy igen. Tehát mondjuk egyszerűbb dolog az, hogyha nem ilyen hosszú a jegyességi idő, az biztos, hogy egyszerűbb, de a várakozás az esküvőig, az mindenképpen meghozza a maga jó gyümölcsét. Tehát, milyen jó gyümölcsöt kaptál tőle? Hogy ilyen sokáig várakoztunk. Igen. Az, hogy úgy adtuk egymásnak magunkat, mint egy bontatlan csokoládés desszert, tehát nem olyan, amiben már beleharaptak, vagy... Igen. Tehát teljes épségben, szűzességben, magyarul mondva. Igen. Ez egy nagyon érdekes történet, lehetne akár, vagy lehetett volna, vagy nem tudom, volt-e, azoknak a fiatal lányoknak, gyermekeknek szinte, akik itt a hosszú évtizedek alatt gyermekorvosként, iskolaorvosként, nagyon csúnyán fogalmazok, átfutottak a kezeid között. Volt-e, hogy erre a tapasztalatra és erre a megélésre szükséged volt a pályád során egy ilyen nagyon-nagyon gyorsuló és változó világban, amikor egészen másfajtaképpen gondolkodnak már a fiatalok, mint annak idején ti? Igen. Nekünk a gyermekorvosi praxis, mert én ugye 6 évig dolgoztam kórházban, mint gyermekorvos, és aztán a hitem miatt éppen nem hosszabbítottak meg, nem kitettek körzetbe. És a gyermekorvosi körzetemhez tartozott 2 iskola, meg nem is tudom, abban az időben még több óvoda is, és én a legfőbb, egyik legfőbb feladatnak mondjuk a testi betegségek megelőzése, oltások, stb. Kezelések mellett azt tartottam, hogy előzzük meg a bajokat. Tehát amikor újszülötthöz mentem látogatni, akkor az volt a célom, hogy ezeket a szülőket abba az irányba befolyásoljam, hogy nagyon szeressék azt a kisgyereket, aki most itt közéjük született, de okosan szeressék. Tehát már előre bizonyos dolgokban, hogy már most kezdjenek imádkozni, visszaemlékeznek egyik másik, én már nem emlékeztem rá, hogy kezdjen el imádkozni, hogy majd jó férjet kapjon, vagy ilyes valami megjegyzéssel. Tehát, hogy ez természetes legyen, hogy erre készülni kell, és ez egy életpálya. Na de mi van, ha nem hívő családhoz? Mindegy. Teljesen. Az Isten nevét nyugodtan. A Jézus nevére többen érzékenyek lehetnek, de az ő nevét is fontos, hogy említsük alkalomattán. Ezt mindig adja az aktuális helyzet, hogy az ember mit tud mondani, vagy mit célszerű. Na, tehát ez már az újszülötteknél, és az, hogy szeressék mindenáron. És akkor én aztán ezeket a gyerekeket, ez nagy dolog, végigkísérhettem, hív egy igazgatónő, az nem is az én iskolámban volt, de az én páciensemmel kapcsolatban, hogy az egyik gyereket nagyon megverte az apja, úgyhogy tele volt kék foltokkal, én is láttam, szörnyű, hogy nézett ki. És hát az volt a célja az igazgatónak, meg a tanári karnak, hogy vegyék el a gyereket ettől az apától, mert hát ez ilyen. És akkor kiderült, hogy ez egy hívő család, akik nagyon szeretik a gyereküket, és amikor én első alkalommal mentem látogatni az újszülöttet, akkor éppen
a papa fürdette a gyereket. Be volt kötve a papának a feje, és kötény volt előtte, és nagy szeretettel gondosan fürdette a kis újszülöttet. És ez verte most ennyire meg ezt a gyereket. Kiderült, hogy hazudott ez a fiú, most már nem tudom, 10 év körüli lehetett akkor talán. És ezt akarta valahogy nagyon, nagyon rosszul elintézni. De minden esetre sikerült elhárítani. Ja, mert én visszakérdeztem az igazgatónőt, hogy mit gondolnak, hogy jó lenne a gyereknek az, hogyha elvennék a családtól, és egy mondjuk állami gondozásba kerülne, hogy jobb lenne az, vagy pedig maradjon a családjában, ahol nagyon szeretik őt ennek ellenére. És sikerült rábeszélni akkor az igazgatónőt, hogy ne folytassák ezt az eljárást a gyerekszülő ellen, és nagyon rendes ember lett ebből a fiúból. Tehát vannak ilyen emlékeim, hogy a munkánk nem hiába való az Úrban. És aztán család életre nevelési órákat tartottam a 5.-től 8.-osoknak minden évben, ez 46 éven át. És minden évfolyamnak megvolt a tematikája, hogy mit is mondunk el. A gyerekek olyan nagyon különös tekintettel, kíváncsi és provokatív tekintettel válták mindig ezeket az órákat, na majd, hogy miről lesz itt szó, mert ők már sok mindent tudtak, és azt gondolták, hogy arról milyen korosztály volt ez? Tehát a 10-től 14 év. 10-től 14 év. Igen. És először csak az első évfolyamban csak azt tárgyaltuk, mi a jellemzője a férfiaknak, a nőknek, és min alapul ez, hogy minden egyes sejtükbe bele van kódolva, hogy ez most egy férfiből származó sejt, vagy egy nőből, mert így állapították meg régen, hogy magzatvizet vettek, és a magzatnak egy-két sejtje mindig uszkál a magzatvízben, tehát egész korán meg lehetett mondani, egy fiút vár, vagy lányt, akkoriból ultrahangvizsgálat nem is volt, de hogy annak megfelelően elindul egészen korán már a nemek közötti különbség is. A szerveknek a kifejlődése egészen más, ugye másmilyen felépítésű egy férfi, meg egy nő. És akkor volt egy olyan, hogy mindenki kapott egy kis cédulát, arra táblára fölül írtam egyes kérdés, örülsz-e, hogy fiú vagy, vagy lány vagy, és akkor ennek megfelelően még egy pár kérdést, és érdekes volt, hogy a gyerekek mit válaszoltak, és nagyon más, mint ami a mai elvárás, mert egészen ritkán fordult elő, hogy valaki nem örült a saját nemének, és erre lehet azokat külön kell esetleg a szülőket is, de erre nem is volt példa, hogy valaki amiatt, hogy a cédulára azt írta, hogy nem örül, ez alig fordult elő a 46 év alatt, hogy ilyen választ kapott volna az ember. De ez olyan azért van, mert akkor még nem merték felvállalni, nem volt divatja az úgynevezett jutott, coming out-nak. Úgy tudtuk, hogy fiúk vagyunk, vagy lányok. Ez csak, hogy normálisan gondolkoztunk. És most pedig egy ilyen agymosási divat van. Volt olyan óra állítólag Németországban, ahol egy középiskolás osztályban, abban az órában, amikor megtörtént az agymosó óra, elhatározták a lányok 80%-a az osztálynak, hogy párosodnak. Tehát egészen borzasztó. Tehát itt nincsen se genetikai alapja ennek semmi. Egyszerűen egy ilyen ördögi divat, amit igyekeznek terjeszteni, de hogy kinek jó ez, embernek nem jó, ez ennek csak a pokolbéli ördög és a társai örülnek.
Gyermekorvosként óhatatlanul találkoztál volna legalább egy-két olyan esettel, ahol ez kérdésként lelki szempontból mondjuk a gyermekben vagy a szülőben felmerül. Neked voltak ilyen élményeid az évtizedek alatt? Tehát az, ugye, ami például most az olimpián volt, ilyenfajta kromoszóma rendellenesség vagy betegség rendkívül ritka, nagyon ritka. És az én egész orvosi praxisomban egyetlen egy se volt, de olyan volt, hogy két fiú után született egy harmadik fiú, aki szőke volt és göndör, és a szülők direkt meghagyták hosszúra a haját, és úgy öltöztették egy kicsit, ami olyan színekben, meg egyébben, de hát lányra nem vágytak stíme, a szülők? mert rá, a szülők vágytak lányra. És akkor ott figyelmeztettem őket, hogy vigyázzanak. Éppen azért, mert ilyen aranyos, szép, göndör, szőke gyerek, úgy öltöztessék, olyan sportokat választanak, amiben a férfiasságát kiéli és megéli. Tehát, hogy ilyesmi volt, de nem a gyerektől indult, az sem. A gyerek nem érezte magát lánynak, csak a szülők már vágytak egy lányra is a két fiú után. Hát ez fantasztikus azért, hogy erre nagyon kell ügyelni, és lehetőleg úgy választani tényleg a sportot. És hát most már azért vannak focista lányok is, meg mi egyéb, akkor még nem volt a futball a nők körében ilyen elfogadott. Egyszer olvastam egy interjút, amiben beszéltél erről a témáról, és nagyon tetszett egy gondolat. Ez eddig még talán másokban nem merült fel ezzel a témával kapcsolatban, de szeretném, ha most erről is egy kicsit beszélnénk, ha már ideig eljutottunk. Úgy fogalmaztál, hogy ezzel a agymosással, ez is tőled idézett, gyakorlatilag elveszik a gyerekektől az igaz barátságoknak a lehetőségét. Kifejtenéd ezt egy kicsit bővebben, mire gondoltál? Igen. Én azt gondolom, hogy ha valaki visszagondol az életére, akkor az igaz jó barátjai, azok a középiskolás korból maradnak meg, de úgy, hogy aggasztján korig, és hogy szóba nem jön ezekben az igazi mély barátságokban az, hogy ők a nemiségük miatt vagy szerelmi kapcsolatot akarnának. Egyformán gondolkoznak bizonyos dolgokban, és kitalálják egymás gondolatait, de nem úgy, mint a házaspár, hanem mint a barát. Mi is ugye az Úr Jézus barátainak is szólít minket néha, testvéreinek is, de ez valami egészen különleges adománya az Istennek. És hogyha ezt a vonzódást, megértést, ezt szexuális vonalra süllyesztik, alacsonyítják le, akkor biztos, hogy terelhető ilyen irányba, de valami kárhozatosan, káros megrablása a gyerekeknek. Mert az igaz barátság, az a maga nemében, az valami csodálatos. Mondok egy példát. A Deák téren együtt jártam egy lányjal, aki aztán 56 után kiment külföldre, és végül is Amerikába ment férjhez. És olyan különös volt, hogy mindig olyankor hívott fel engem, ritkán hívott az elején, amikor valami nagy dolog történt az életemben. Tehát valamit megérzett, valakit gyászoltunk, vagy egyéb, és ő számon tartotta, és imádkozott értünk. És most, hogy az élete végéhez érkezett, egészen különleges volt, hogy tartottuk a kapcsolatot, és hála a technikának, megtanultam a Facebookon vele, a lánya segítségével kommunikálni, és amikor az első Facebookos találkozásunk volt most így az élete végén, teljesen megijedtem. Képzeld el, Judit, hogy szakálla volt és bajusza, teljesen elhanyagolt volt, mert már lemondtak róla.
És a következő alkalommal meg olyan szép volt, és szép volt a frizurája, és nem volt bajusz és szakál. Tehát tudtunk hatni, tudtam hatni a környezetére is, avval, hogy mi együtt beszélgettünk, imádkoztunk, énekeltünk azzal az édesanyával, akiről már nevelt anya volt, nem volt saját gyereke, örökbefogadott volt a lánya. Tehát, hogy ember számba és az Isten előtti barát számba került ő előtte is, értékét emelte. És amikor már egészen az élete végén volt, panaszolta azt, hogy ő neki azt tanácsolták, hogy ő ne egyen és ne igyon. Akkor mondtam neki, Marika, ami jól esik, jó étvágyal, hálaadással, egyén, igyál. És akkor a végén, amikor már nem tudott beszélni, akkor derült ki, hogy már egy hete nem adnak neki se enni, se inni, se csempinfúzió, semmi. És még mindig élt, és én azt kértem, hogy tegyék a telefont a füléhez, és ilyen dicsőítő énekeket, meg amit tudtam, hogy ő szeret, azt énekeltem hosszasan. És úgy tűnt nekem a légzéséből, hogy ő együtt érzett ezzel. Tehát, hogy a barátság az még a síron túl is tart. És egy egészen más kategória, mint a házasság. A házasság ennél még magasabb rendű, de ez egy más kategória. Tehát akitől elveszik a barátságnak a lehetőségét, és lealacsonyítják, az szinte állattá változtatja az embert, és megszűnik az igaz barátság. Tehát ez egy bűntárs lesz, akkor az illető, az azonos nemű ember. Irénke néni történetei még nem fogytak el. Élete és munkássága számos bizonyságot tartogat számunkra. A hit hősei következő részében hallhatnak majd például arról is, hogyan mentette meg az Úr egyik gyermekének életét. A Pax Televízió szeretne önöknek minél több Isten által vezetett életmesét elmondani. Kérjük, segítsen minket ebben. Támogassa munkánkat a televízión megjelenő kód segítségével, vagy a műsor leírásában látható módokon. Hálásan köszönjük, és áldott, örömteli napokat kívánunk!